A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. She's mine and baby. Bebop-a-lula, don't need a maybe. Bebop-a-lula, she's mine and baby. Bebop-a-lula, don't need a maybe. Bebop-a-lula, well, she's my baby. Diamond baby, diamond baby. Oh, she's the girl in the red blue jeans. She's the queen of all the teen. She's the woman that I know. Bebop-a-lula, just more, more, more. Bebop-a-lula, well, she's my baby. I'm diamond baby, diamond baby. Hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntjük Önöket próbatermünkben, és ahogy hallották, egy zongorista vendéggel ülünk együtt a legújabb és legaktuálisabb műsorban. A művész úr neve Otrok Béla, akit azonnal nagyon nagy szeretettel köszöntök. Szervusz, szia Béla! Szia Zsolti, köszönöm a meghívást, és... Örülök, hogy itt vagyok. Mondd azt, hogy örülök, hogy itt vagyok. Az a helyzet, kedves hallgatók, kedves nézők, kedves zenekedvelők, hogy amikor készültünk erre a beszélgetésre, Béla rettentő lelkesen átküldte a fél életét. És én azt mondtam neki, hogy kell vennem egy külön számítógépet, hogy képes legyek földolgozni azt a mennyiségű információt, ami veled kapcsolatos. Úgyhogy megmondom tisztelettel, becsülettel, ebbe a két részes kis beszélgetésbe nem biztos, hogy beleférünk mindennel. De jövök még. De jössz még, nagyon jó, nagyon jó. De akkor kezdjük a legelején, és aztán majd jutunk, ameddig jutunk. Zeneművészként, világjáróként, kimondottan jó muzsikus lélekként, hogy indult a te pályád? Hogy találkoztál egyáltalán a zongorával? Ez nagyon egyszerű volt számomra, mert édesapám szintén zenész. És én mindent tőle tanultam, tehát a szakma csinyát, binyát, bármennyire hihetetlen, de 9 évesen a vendéglátóipari egységekben Ráckevén is a környékén muzsikáltam édesapámmal. Akkor az volt a sláger, hogy kombiné, csipkés, kombiné, és akkor az első fénypontja az volt, amikor a kis 9 éves fiú betipegett és elénekelte a kombinét a apukájával, úgyhogy én 9 éves korom óta vendéglátózom. Aha. 9 éves korod óta történt egymás az életedben, finoman szólva, de azt hiszem, hogy adós maradtam a televízió nézők felé annyival, hogy tulajdonképpen a fővárosból, ugye a te székhelyed az a terület, tehát onnan érkezett a vendégünk, úgyhogy én, hogy ezen is túllendülve, hogy egy kicsikét képbe kerüljenek veled azok, akik mondjuk leginkább így a Fejvár környéki zenészekről tudnak, és hát mi elsősorban ugye a városi legendákkal foglalkozunk. Most egy budapesti vendég érkezett, de kitekintünk majd Budapesten túl, elmegyünk Shanghai irányába, megyünk majd Kínába, megyünk hajózni, de mielőtt mindezeket megtennénk, mi volt az első sikeres produkció, amiben mondjuk úgy, hogy már úgy voltál benne, hogy felnőtt fejjel tudtad, hogy zongorista leszel? Sikeres produkció, felnőtt fejjel. Vagy azóta sem nőttél fel. Á, sose fogok. Sose fogsz elnőni. Mindig megkérdezik tőlem, hogy és hogy akkor te már zongorista vagy. Á, kell egy 10-15 év. Aha, és aha. Ezt válaszolom már. És 80 évesen is majd előfordul. 20 éve ezt válaszolom. Oké, másképp kérdezem akkor. Van-e emlékezetes nagy koncert, ami meghatározta a pályádat? Vagy olyan pillanat? Hogy miért lettem zongorista, inkább ezt kérdezt. Oké, akkor bocsánat, akkor ezt kérdezem, jó, köszönöm az instrukciót. Akkor azért, kedves Béla, bocsáss meg, akkor tulajdonképpen miért is lettél te zongorista? Ez nagyon érdekes, mert lehettem már vagy 12 éves,
amikor is egy jazzkoncertet hallottam a rádióban, és volt szerencsém felvenni ezt a jazzkoncertet. A jazzkoncerten zongorázott Billy Taylor és a zenekara, egy trió volt hallható, és a nagyon nagy kedvenc számom, azóta is nagy kedvenc számom, a kis rövid címe van, I wish I knew how it would be to be free. Igen. Ez volt az első dal, ami azt mondta, hogy nekem így, én így akarok zongorázni. Az másik kérdés, hogy azóta se sikerült, de a cél az még mindig adott. Aha. És majd, ha gondoljátok, és ezt meg is mutatom ezt a jó, akkor, akkor beszéljük részletet. Meg, hogy akkor ez lesz a dolga. Ez nagyon jó. Már csak azért, mert hogy akkor életed, karriered, pályafutásod szempontjából ez egy fontos dolog. Igen, igen. És akkor már későbbiekben még ez egy másik részben is megint fontos lesz ugyanez a dal. Aha. Ugyanis sok évvel később, tehát 7 évvel ezelőttig, nem találkoztam olyan emberrel, aki szintén ugyanezt a dalt szeretné. És az azóta már feleségem, mikor megkérdeztem tőle, hogy és te neked mi a kedvenc számod? Aha. Hát éppen autókáztunk abból béve. Hát mondja, hogy hát ő a Nina Simontól az I wish I knew how it would be to be free. Hát én majdnem lementem az útról, tehát ez a kb. Ilyen hatása volt rám. Olyan dalokat én is tudok írni, ami nem tetszik senkinek. Azt hiszem, hogy ez nem túl nagy feladat. Sőt, attól tartok, írtam is ilyen dalokat. Jó, megvolt az első nagy hatás, akkor ezek szerint. De ez nem vitt téged egyértelműen a jazz irányába, nem, ugye? Nem. Ez később lettem. Illetve én most sem vallom magam jazzzongoristának. Én egy igazi, tipikus vendéglátós zenész vagyok, aki egy étterembe elücsörög. Kipletykáljuk az operatőreinket. Igen. Az egyik nagyon kedves operatőrünk azt mondta, hogy mikor az előbb a beállásnál elkezdte játszani, hogy ahogy játszottál, ő megéhezett. Ez nem tudom, elismerés, dicséret? Lehet. Nem tudjuk. Szóval étteremben, hajón, bárban, bárhol, és akkor oda jön hozzám bárki, szinte bárkinek a dalát el tudom játszani. Aha. Vagy fejből, vagy van egy viszonylag nagy kottatáram, és akkor az úgy segít sokat. Mi úgy találkoztunk, ezt is mondjuk el. A munkahelyemen. A munkahelyeden. Budapesten sétálgattam egy bevásárlóközpontba, és betértem egy ilyen műszaki kereskedésbe, és megláttam megláttam ott egy ilyen erősítő. Egy gitár erősítőt, és ugye elkezdtem ott pötyögni egy ilyen gitáron. És egyszer csak az eladó, aki ott állt tehát a pult másik oldalán, elkezdte kísérni a dalt, és így gyakorlatilag teljesen ismeretlenül összecimboráztunk, és kiderült, hogy tulajdonképpen te egy ilyen mindenhez hozzá tudok szólni zongorista vagyok. Tehát, hogy nincs olyan zenei stílus, amihez egy kicsit ne tudnál ezt-azt hozzátenni. Most nem olyan régen egy rockbandába játszogattál. Azt meg is ismerkednem kell ezzel a műfajjal, mert hogy én még sosem játszottam rockzenekarban. És egyik barátom kérdezte, hogy van-e kedved? Hát mondom, megpróbálom, legfeljebb nem fog tetszeni. Aha. De aztán most tanulom a rockot, úgyhogy kb. Ennyit kell csinálni. Viszont azt nagyon kell tudni. Mert tudjuk, a rock örök és elpusztíthatatlan. Tehát gyakorlatilag. Így, ez pontos igen, így van, igen. És egyébként a rock zenébe kb. Ennyi a dolgom. Az öreg Hammond orgona. Igazából oda akartam ebből az egész sztoriból kiukadni, hogy talán, de aztán úgyis kijavítasz, ha tévedek, hogy nincs állandó zenekarod, viszont rengeteg zenekarban megfordulsz, és nem úgy, mint a dobosok szoktak. Tehát rengeteg zenekarban játszol, rengeteg felé hívnak, de én úgy tudom, hogy nincs állandó formáció. Próbálkoztam mindig állandó zenekarra, hogy én legyek majd a zenekarvezető, ez tök jól működött a vírus egy előttig. Már heten voltunk, mint a gonoszok, egész jól is szóltunk, de hát aztán jött a vírus egy, és azt így szerte szét az életünk, igen. És azóta is próbálunk ebből kijönni, és nem túl nagy sikerre. Igen, így van. Na akkor még mielőtt megmutatnád azt az ominózus dalt, ami nagyon nagy hatással volt rád, vázoljuk fel egy kicsit a magyarországi munkáidat, és a dal után pedig majd elmegyünk külföldre. Kikkel játszol, merre játszol, esetleg néhány olyan előadó, akikkel láthattunk, hallhattunk. Tehát összességében a munkádról egy picit, az itthoni munkáidról, mert a külföld az végtelen történet. Igazság szerint sosem játszottam nagy sztárokkal, illetve mint utóbb kiderült, volt olyan, aki azért benne volt a tévében többször is. Az itthoni munkásságomat az OSK-tól lehetne számítani. Akkor lehettem már 16 éves, amikor bekerültem, mint tanít,
tanulni, méghozzá az Esze Zsolti volt az én tanárbácsim, akit nagyon szerettem azóta is, mai napig is. Szeretjük, igen. Zseniálisan zongorázik, és nagyon jó ember. Fejvár televízióban, Hangvilla című magazin műsorunkban sokszor felbukkant Esze Zsolt, kiváló zongorista, sőt volt szerencsénk együtt zenélni, és ez is egy kapcsolódási pont volt, mikor ugye találkoztunk egymással. Na és a lényeg, hogy én ugye ott kezdtem el a könnyű zenét tanulni nála, mondjuk hivatalosan tanulni, nem a édesapám ma mellette a vendégkocsmázásban, vendéglátózásban. Tehát a lényeg, hogy ezáltal nagyon sok emberrel megismerkedtem, mivel hogy én voltam később Sík Olgának az utolsó korrepetítora, Sík Olga énektanárnőnek, és nagyon sok sztár, mai sztár ismerek ezáltal, hogy a Olgi nénin keresztül. Aha. Tehát nem úgy, hogy ő ismeri Olgi nénit, és akkor én ismertem Olgi nénit, hanem konkrétan a Olgi néninél találkoztunk. Aha. Azt azért mondjuk el, lehet, hogy van egy generáció, akinek Sík Olga neve mondjuk véletlenül nem mond semmit. Sík Olga egy legenda, azt hiszem ugye ez így, igen, így mondhatjuk. Igen. Egy legendás énektanárnő volt, a legnagyobbakat tanította az utolsó pillanatokig, és akkor te voltál az utolsó tanítványa? Nem, én voltam az utolsó korrepetítora. Utolsó korrepetítora, aha. Hát 24 évesen kezdtem el korrepetálni a többieket. Könnyű zenében ez szerintem nagy dolog, mert a könnyűzenei korrepetítorok azok általában ilyen 40 pluszosok. Én meg 24 évesen megkaptam azt a megtiszteltetést, hogy én lehettem aki többieket tanította. Mert egyébként Béla, mondjuk ki, hogy ha te azt mondtad magad, hogy vendéglátós zongorista vagy, én azért ezt nem mondanám, szórakoztatóipari zongorista vagy, ugye? Így ez sokkal hivatalosabb, a csomagolás nem minden. Igen, ez igaz. Szóval mellette énekelsz is, és ebben a történetben azért ez fontos. Hát most is ugye kapásból vokáloztál itt az előbb. Igen, hát igen. És nagyon jó hangod van, hadd dicsérjelek meg. Majd később eldöntik majd kiderül. Igen. Jó, akkor a magyarországi nagyon rövid történet ennyi legyen akkor, viszont most hadd kérjünk meg téged, hogy akkor játszd el nekünk, legyél kedves, azt a nagyon-nagyon fontos dalt. Úgyhogy akkor kedves televízió nézők, ezzel folytatjuk tovább. Itt Próbaterem című magazinműsorunkban, pillanatokon belül a zongoránál Otrok Béla. Miközben hallgattalak, Esze Zsolt jutott eszembe, akinél nem nagyon volt pardon, tehát a jazz motivumokat, a jazz alapdolgokat meg kellett tanulnod, ugye? Igen, tehát igen, ő azért ebben nem ismert tréfát, sok mindenben egyébként, igen. És azért jutott eszembe különösen, mert végigolvastam a Végtelen Történet című életutadat, amiben Esze Zsoltnak van egy nagyon-nagyon fontos szerepe.
Szeretném, ha te mondanád el, hogy hogy történt az, hogy lenne itt a közelben egy koncert. Az zseniális. Az létszes mondd el, mert én úgyse tudom úgy elmondani. Tehát igazság szerint az történt, hogy fölhívott egy, épp hazajöttem egy vándor cirkuszból, és már lehettem otthon vagy 3 hete, mondom, nincs munka, nem baj, nyaralok, stb. Pihenés. Épp nagyon-nagyon-nagyon meleg nyár volt, és akkor egyszer csak megcsörrent a telefonom, Zsolti volt a vonalban. Hogy akkor lenne a számomra egy külföldi lehetőség. Elmondta, hogy miről van szó, hogy kapok szállást, nem sok a gázsi, de legalább van étkezés, meg 3-szor étkezés, meg repülőjegy, meg minden, meg hát végül is annyira sokat sem kell muzsikálni, csak délben 1-2 órát, meg délután 6-tól, ameddig van vendég, hajnal 1-ig, tehát ez végül is az nem annyira sok. Aha. Ha kiszámolod, akkor az barátok is naponta 9 óra, de legalább van egy fél szabad nap, tehát nem is egy teljes egy héten áll, egy fél. Na, és akkor már mondom persze, hogy nem, de biztosan elvállaltam? Hát mondom persze, meg elvállaltam. De azt már mondd már meg, hogy hol van ez a közelben, mert hogy azt mondtad, hogy a közelben van ez a dolog, én meg itt Ausztria, vagy esetleg Olaszország, Németország közelbe. Hát itt a közelbe, Shanghai. Mondom, rosszul állok. Shanghai. Hát így kerültem ki Shanghaiban. Így került ki Béla Shanghaiban, és mikor először találkoztunk, akkor nekem elmondtad, mert hát nyilván nagyon sok mindent akartunk ott pillanatokat megbeszélni, és elmondtad, hogy ha kell, akkor akár kínaiul is tudsz énekelni. Egy nagyon picit, még emlékszem, igen. Egy nagyon picit, és mondtad, hogy akár a kínai harmónia motívumok is megvannak. Hát azt szeretnéd. Egy kis kínait szeretnénk, igen. Operatőrünknek üzenjük, hogy akkor kínai kaját fogunk rendelni, valószínű, tehát ez oké, rendben van. Jó, szuper, nagyon köszönjük. Bár ez nem volt megbeszélve, de kiváló volt. Ez mandarin nyelven volt, vagy? A shanghai tájszólás. Shanghai tájszólás. Jó, én nem értek hozzá. Azt tudom, hogy van ez a sültésztájuk, az nem rossz. Az jó. Igen. Na, beszéljünk egy kicsit arról, hogy említetted, hogy a vándorcirkuszból értél haza, éppen pihenni akartál, aztán jött ez a shanghai megkeresés. Mindemellett a tengeren is kint voltál. Az sokkal később volt. Én nagyon-nagyon sokáig csak szárazföldi patkány voltam, mert hát a víz hát meg ott van, és akkor hullámzik, és olyan félelmetes, és az úgy nem volt az így célom, hogy hajózzak. Na, de még a... Vándorcirkusz, arról meséljek. Még a vándorcirkusz... De nem azért, kisdobáló volt. Nem. Ez egy tisztességes magyar nemzeti vándorcirkusz volt az első, ahol kezdtem. Ott egy fél évet lehúztam a magyar nemzetiben. A Richter, most Richter cirkusz néven fut. Igen. Székesfehérvárra is sokszor járnak. Igen. És nagyon zseniális zenekar. Tehát mi úgy voltunk, hogy volt egy dobos, ő volt a zenekarvezető, egy... Pozános? Pozános, igen. De értjük úgy is. Puzony, bocsánat. Pozános, alt-szaxofon, tenor-szaxofon, basszusgitár, gitár, és én voltam a billentyűnél. Tehát én voltam a lehető legfiatalabb az egész brigádban, tehát akkor voltam 18 éves. De most ezt hogy képzeljük el? Tehát mint a klasszikus, hogy szedtük a sátorfánkat, következő igen, város. Szedtük, és pontosan, akkor, igen. Tehát ezt igen, csináltad igen, x éven keresztül. Aha. Kettő. Kettő éven keresztül. Kettő. De hát 2 különböző cirkuszban. Aha. Az egyiknél 6 hónapot húztam, a másiknál 10-et. De ez kemény meló, főleg ha megtámad az oroszlán. Hál' Istennek engem nem támadott meg az oroszlán, viszont potyautas voltam egy hajón. Potyautás volt el egyfajta. Igen. Na, oké, megvolt a vándorcirkuszos élet, ezt azért úgy mondjuk sokáig nem lehet csinálni, vagy legalábbis... Hát kettő évig. Kettő, aha. Hazajöttél, irány Shanghai. Mesélj egy kicsit Shanghairól. Ott azért hogy néz ki a zenei élet? Tehát, hogy eleve úgy, hogy... Minek után én napig 9-10 órát zongoráztam egy étteremben, így túl sok minden nem tudok Shanghairól. Max az étlapot. Azt viszont nagyon néz. Már rég volt. Aha. Már rég volt. Mennyit voltál kint Shanghaiban?
Úgy indult az egész, hogy 6 hónapos szerződés, és akkor ilyen a 5. hónap környékén a Jobbik kezem azt mondta, hogy hát hülye vagy te, nem vagyok hajlandó tovább ezt csinálni, és így bekerültem a Sánkhelyi Kórházba inhüvelygyulladással. Ja, annyit játszottál, hogy konkrétan? Hát a napi 9 órában szerintem bárki elfárad. És a lényeg, hogy én tudtam, hogy mi a baj, hogy inhüvelygyulladás, mert már előtte volt itthon, de hát a tolmács az nem merte elmondani, és amikor úgy elmondják, hogy neked mondják, hogy, hogy akkor ezt mondd már el az embernek, hogy ha nem hagyja ezt abba, akkor lebénul a kezel, hát most akkor láttam már fehér kínait, én láttam, nem szép. Viszont a kórház se volt szép, mert egy olyan 2 méter széles folyosó, végtelenek tűnő folyosó, úgy tele emberrel, hogy csak élével tudsz menni. Aha. Na ez egy Sánkhelyi Kórház. Kínában amúgy sincsenek sokan. Nem, ott nem volt. Az az 1 milliárd 400 millió ember körülbelül, ami sok, igen. Oké, tehát akkor gyakorlatilag Sánkhelyba belesérültél a muzsikába. Igen. Szó szerint mondhatjuk. Igen, haza igen. is jöttél? Még volt egy-két hét, amíg még elintézték a repjegyemet, de azt a 2 hetet is a zongora mögött töltöttem. Aha. Volt mellettem egy másik kísérő automatikás szinterizátor, azon feljátszottam ballal a harmóniákat, most nem mutatom meg, hogy hogyan, de meg tudnám, tehát feljátszottam ballal a harmóniákat, és akkor bal kézzel zongoráztam a zongorán. Megfordítottuk a hangszert, hogy ne lássák, hogy mit csinálok, és akkor nem tűnt föl, hogy nem két kézzel játszom, hanem csak egyen. Béla, hazajöttél Sánkhájból, utána egyből, ha jó. Ez a keleti világ téged beszippantott. Én szeretem, nagyon nagy. És mennyi ideig voltál Japánban? Hát 6 hónapot. 6 hónap. Jó, tehát ilyen fél éves szerződésekkel. Hát 3 hónappal indult, tehát hogy volt egy 3 hónapos periódus, amire én aláírtam a szerződést, majd kint közölték, hogy egyébként tudok-e harmonikázni. Hát ahogy ezt szokták volt mondani, van az a pénz, hogy igen, tudjon igen, harmonikázni igen. az ember, és fádót kéne játszani. Mi az Isten az a fádó? Megmutatták. Hát, van, aki szereti. És megtanultam? Meg. Úgyhogy így fádót, egyetlen egy dalt harmonikáztam annó fádót. Igen, van egy olyan érzésem, hogy ennek a beszélgetésnek azért nem érnénk soha a végére, mert annyi az élmény. És én szeretnék megérkezni a hajós dolgaidhoz. Jó. A tengerre, ahol nem tengerészként szolgáltál. Nem. Merre jártál? Nem tengerész. Az is egy úgy indult. Az Japán után volt egyből, vagy volt egy kis átmenet? Nem, hát 2010, tehát a Japán az 2006, akkor utána nagyon sokáig itthon, különböző vendéglátóipari egységekben itt-ottam, ott zongoráztam, meg napközben más tevékenységet üztem. Abban az időben egy Rubikon, most már mondhatom a nevét, mert már a cég megszűnt, vagy legalábbis nem tudom. Hát reméljük. Remélem, hogy már nincs. Nekik dolgoztunk hálózatképítést. Aha, aha. Vagyis az azt jelenti, hogy csillagponti rendszer, minden egyes ajtóhoz elviszed a internet és a telefondrótot, illetve a TV kábelt viszed el. Na, ezt építettem. Én erről láttam egy fényképet róla. Az vicces. Itt a beszélgetésünk ideje alatt egyébként majd a kedves televízió nézők láthatják, hogy én próbálom így aládíszíteni rengeteg fényképpel ezt a beszélgetést. És van egy fénykép, amiből gyakorlatilag az derül ki, hogy egy kábelkupacnak van keze, lába és feje. Ugye? Tehát, hogy rád van tekerve nem tudom hány kilométer kábel. Hát, ott volt néhány méter rajtam, igen. És a lényeg, hogy az volt a legszebb az egészben, hogy akkoriban én fönt zongoráztam a Citadellán. Aha. Az étteremben. Ott nem hitték el, hogy nappal mit csinálok, nappal nem hitték el, hogy este mit csinálok. Ott a Citadellán, aha. És akkor ugorjunk egy nagyot, egyszer csak a hajón vagyunk. Nyár volt, és így gondolkoztam kint a kertben, miközben éppen kertészkedtem, vagy füvet nyírtam, hogy de jó lenne kimenni hajóra, és minden mindig agyban dől el, tényleg. Eldöntesz valamit, az történik. 2 hét sem telt bele, hogy mire fölhívott egy ismeretlen ember, hogy hallottam, hogy te zongorázol. Igen, lenne egy hajós szerződésem. Érdekel? De hogy ő meg szeretne hallgatni. Mondom, semmi akadálya. Balog Márta, Csoki nevezetű énekesnővel, akkor játszottam Pesten egy étteremben délutáni matinét, és akkor eljött oda meghallgatni bennünket a megrendelő Zsolt, nem tudom milyen Zsolt, már nem számít, meghallgatott, tetszettem, jó, akkor szerdán indulunk. Hát mondom, tök jó, addig van még egy hónap. Nem, ez jövő hét szerda. Jövő hét szerda, igen. Akkor volt csütörtök. Tehát ilyen gyorsan, és akkor minden sicsút összepakoltam, és akkor kerültem ki a Label de Adriatic
hajóra, Dubrovniki központtal, heti turnusokat tettünk, és ott dolgoztam, 3 évig voltam azon a hajón. 3 évig? 3 évig, igen. Tehát ez egy hosszabb szerződés volt. Hát az is úgy nézett ki, hogy ugye kimentem, akkor ott voltam 2 hónapot, akkor otthon voltam egy kis időt, akkor megint kint voltam. Tehát az első évben 10 hónapot voltam vizen, a második évben 11-et, a harmadik évben 9,5, tehát ilyen nagyon sokat voltam vizen. Aha. Mivel nagyon szarad a műsoridőnk, akkor összefoglalnám, amit eddig elmondtál. Tehát azt mondja, hogy Sikolga, Shanghai, Zsuzsa, aztán emellett ugye hajó, kábeltekerés és vándorcirkusz. Kényelmi a vándorcirkusz. Nem biztos, hogy időrendi sorrendben mondtam el. Azért a feleségemet is tegyük már bele. A feleségedet is tegyük bele. Nagyon fontos. Nagyon fontos, igen. Már csak azért is nagyon fontos, mert vele karácsonykor találkoztam. Aha. Szenteste láttam meg. Jó, de cuki, hogy milyen kis aranyos, és de jó lenne még látni. Ő egyébként a recepciós volt a hotelben, ahol én zongoráztam. Igen, és bejött a vacsorájáért. Na hát másnap este szintén ott zongoráztam, és a recepciós berakták az étterembe felszolgálni, mert nem volt, aki felszolgáljon, és ő meg éppen ki akart ezt próbálni. Úgyhogy másnap egész este őt nézegettem, hogy de kis cuki. És akkor szóltak a többiek, hogy ugyan már hívjam már randizni, úgyhogy elhívtam 3-szor randizni, mindegyikre nemet mondott, na mondom, legyen még egyszer, és akkor ne vacsorázni menjünk, hanem menjünk reggelizni. És azt mondod, jó. Ja, hát a reggeli az már, az már. A vacsora az nem. A reggeli. Igen. És akkor így azóta együtt reggeliztek. És akkor azóta együtt reggeliztek. De jó, na szuper. Igen. 2,5 év után született egy kislányunk, aki meg apukája után szabadon, hát én ugye Béla, ő meg Bella. Majd ez annyira jó. Én látom róla egy cuki fényképet, ahogy segít a Bella a Bélának a munkahelyeden. Jó, tényleg szabad a műsoridőnk, úgyhogy akkor így a legvégén azt szeretném csak megkérdezni, hogyha van erre pár gondolatot, hogy ennyi utazás, külföld, tényleg a világ számtalan pontján, mit csinálsz most itthon? Keresem helyem. Leszámítva, hogy van egy családom, és én egy boldogan... Az a szerencsés ember vagyok, hogy mindig azt találom meg az életben, amitől boldog tud lenni az életet. Nem azt nézem, hogy ezem nincs, ezt kell még csinálni. Nem, én azt, uh-huh. azt próbálom megkeresni, hogy mitől tudok én úgy fölkelni reggel, hogy ne azon agyaljak, hogy milyen szar az élet, hanem én fölkelek reggel, lefőzök egy kávét, és tök boldog vagyok attól, hogy éppen most találtam meg a kávét, és milyen finom. Tehát ilyen kis apró dolgoknak tudok örülni. Nyilván mindig egy kicsit fejleszteni szeretnék, hangszert akarok cserélni, majd esetleg egy jobb autót, majd később egy nagyobb ház. Tehát ilyen mindig vannak kicsi apró tervek, de mind megvalósításra kerül. Vannak közös terveink is, így ezt is van. Elmondhatjuk, úgyhogy ez külön jó. Hát kedves televízió nézők, akkor Otrok Bélát ismerhettük meg részben, hiszen futólag, tehát tényleg csak futólag kaptunk információkat a nagy világjáróról, a vándorcirkuszosról, akit most arra kérek, hogy akkor ennek a beszélgetésnek a végén búcsúzzunk egy dallal, válasz bármit, találj ki bármit, játsz nekünk valamit, légy szíves. Én pedig, amíg Béla gondolkodik, hogy mivel is folytatjuk tovább, és zárjuk be ezt a mai beszélgetést, egy hét múlvára hívom, várom önöket ugyanígy a készülékek mellé, ide a próbaterembe. Ma Otrok Bélával beszélgettünk, akinek pályáját, életét, családját az Isten áldja meg, és nagyon szépen köszönöm neked, hogy eljöttél és hát itt voltál. Köszönöm a meghívást. Egy hét múlva jövünk, és a színpadon, ahogy szokták mondani, hölgyeim és uraim, Otrok Béla, köszönjük a figyelmet. Thank you.
A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.